Itt található a 10 millió éves lelőhelyre épült Rudapithecus látványtára Majom-szigeten, amely Rudabányaváros önkormányzata által elnyert pályázat keretein belül valósult meg, közel 400 millió forintból. A projekt célja az volt, hogy Rudabánya térségében az egykori vasércbánya területén lévő világhírű őslénytelepet megmentsék a jövő tudósai számára, illetve bemutassák a téma iránt érdeklődő nagy közönségnek, ezzel a bányászat bezárását követően jelentős gazdasági, társadalmi problémákkal küzdő térségben a megtalálható értékekre alapozva új perspektívát teremtsenek a turizmust. Az épületkomplexumból páratlan panoráma nyílik a vasércbányászatból visszamaradt Magyarországon egyedülálló tóra, mely az ország egyik legmélyebb tava. A projekt keretében a tavat három kilátó övezi. Az épületek különlegességét a bányászati múltra visszautalva az adja, hogy vasércszínűek és betonból készültek. A látványtár információink szerint várhatóan júliustól látogatható.